A jövő évi Magyar Uniós Elnökség központi témája a versenyképesség lesz. Hangzott el a Régiók Bizottsága Európai Konzervatívok és Reformerek csoportjának budapesti ülésén, melyen részt vett a magyarországi régió képviselőjeként a tahitótfalui Karácsony Ádám, a Pest vármegyei közgyűlés alelnöke is. A 2023. évi tanulmányi napjai keretében üléseztek a Régiók Európai Bizottsága Európai Konzervatívok és Reformerek csoportjának résztvevői az Országház felsőházi termében, Csongrád-Csanád vármegye és Pest vármegye meghívására. Az esemény házigazdája Magyar Anna, a Régiók Európai Bizottsága Európai Konzervatívok és Reformerek csoportjának alelnöke, Csongrád-Csanád vármegye közgyűlése ügyrendi és jogi bizottságának elnöke volt, aki elsőként a csoport elnökét, alelnökeit, valamint az olasz, lengyel, cseh, finn, spanyol, svéd és szlovák kollégákat köszöntötte. A normalitás védelme és az együttműködés erősítése az EU többszintű kormányzásában volt a tanácskozás témája. A jó dolgokat könnyű elpusztítani, ám annál nehezebb létrehozni. Legyen a célunk, fogjunk össze és állítsuk meg a pusztítást. Hangsúlyozta Magyar Anna. Kövér László, az országgyűlés elnöke, az esemény fővédnökeként köszöntötte a résztvevőket, majd azt hangsúlyozta, hogy az európai patrióták megfelelő időben találkoztak Budapesten. Azok ideje ez, kedves barátaink, akik nem csak szeretetet, hanem felelősséget is éreznek Európa sorsa és benne saját nemzetük sorsa iránt. Azért megfelelő az idő, mert még lehet, de már kell is cselekedni. Ha elmulasztjuk a cselekvésre alkalmas mostani jó időt, később a cselekvés képtelenség ideje fog rabulá ejteni bennünket. Mindehhez hit, jellem, bátorság, összefogás és kitartás kell. Ez a kulcsa az európai normalitás győzelmének, amelyért megküzdeni tartozunk gyermekeinknek és unokáinknak, zárta gondolatait Kövér László. Márkó Marzílió, a Régiók Bizottsága Európai Konzervatívok és Reformerek csoportjának elnöke szerint az európai értékek megőrzése kulcsfontosságú a közösség stabilitásához és a gazdasági növekedéshez. Meg kell védeni Európa érdekeit. A legnagyobb ideológiai probléma most az, hogy a hagyományokkal, az értékeinkkel szemben próbálnak sokan menni. Giorgia Meloni kijelentette, aki az olasz parlament, az olasz kormány elnöke, és akinek üdvözletét át kell, hogy adjam önöknek. Tehát Giorgia Meloni mondta, hogy nagyon fontos mindaz, amit nekünk európaiként, konzervatívként meg kell őriznünk. Ezt követően Gál Kinga, a Fidesz EP delegációjának elnöke kiemelte, hogy ma Magyarország egy szigete a konzervatív kiállásnak. Alaptörvényünk rögzíti, büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk 1000 évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Hazánk összekötő kapocs a konzervatív, jobboldali erők között, amelyet jól mutat, hogy az elmúlt időszakban számos fontos eseménynek adhattunk otthont. A tanácskozáson ezt követően két vitafórumra is sor került. A Családbarát Politika Vitafórum moderátora Karácsony Ádám volt, aki 2015 óta tagja a Közép-Magyarországi Régió képviseletében a Régiók Európai Bizottságának, melyen belül a területi kohéziós politika és uniós költségvetés, valamint a szociálpolitika, oktatás, foglalkoztatás, kutatás és kultúra szakbizottságok tagja. Karácsony Ádám vagyok, a Pest vármegyei közgyűlés alelnöke és a Régiók Bizottsága ECR csoportjának tagja, ahol a SZEDEK, bizottság, mely a szociálpolitikával, oktatással, foglalkoztatással, kultúrával foglalkozó bizottság politikai koordinátora vagyok. A Családbarát Politika előmozdítása a demográfiai visszaesés kezelése érdekében című panelt Varga Judit, volt igazságügyi miniszter vitaindítója vezette fel.
A magyar demográfiai politika, a népességfogyás elleni politika egyértelmű üzenet Európának. Mi nem idegen országokból érkezők betelepítésével, hanem a családok megerősítésével szeretnénk orvosolni ezt a kihívást, mondta beszédében Varga Judit, az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának elnöke. Jók ezek a találkozások, tisztelt hölgyeim és uraim, mint ahogy a mai találkozás is nagyon jó, hogy egymást kölcsönösen tudjuk erősíteni abban, hogy ezt az utat, ezt a nagyon nehéz utat végig tudjuk járni, és családjainkban, keresztény kultúrákban bízva még további több száz, akár ezer évet is biztosítsunk ennek a gyönyörű kontinensnek. Varga Judit azt is kiemelte. A magyar kormány a migrációs folyamatok erősítése helyett a családokat, a gyermekvállalást és az otthonteremtést részesíti előnyben. Az ezt követő panelbeszélgetésen Maddalena Morgante és Roberto Ciambetti olasz, valamint Vladislav Ortil lengyel politikus és Szilvai Gergely magyar újságíró és szakértő cseréltek eszmét demográfiai és családbarát témákban. Ezt követően a történelmi, regionális és kulturális hagyományok, valamint az értékalapú EU vitafórum keretében Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának miniszterhelyettese tartott vitaindító előadást. A miniszterhelyettes beszédének elején kiemelte, a hazánk jövő évi uniós elnökségére való felkészülés jól halad. A magyar elnökség konstruktív együttműködésre törekszik valamennyi uniós szervezettel, beleértve a régiók bizottságát is, hangsúlyozta Zsigmond Barna Pál. Arra is rámutatott, hogy hazánk először 2011-ben töltötte be ezt a pozíciót, mely akkor rendkívül sikeres volt. A jövő évi magyar uniós elnökség központi témája a versenyképesség lesz, hiszen az Európa szempontjából kulcsfontosságú, tette hozzá. A magyar elnökség jelentős szerepet játszott egy történelmi korszakban azáltal, hogy kiegyensúlyozottabb körülmények megteremtéséhez járulhat hozzá jövőre Brüsszelben. Ez segíthet abban is, hogy Európa távolabb kerüljön attól az identitásválságtól, amelybe az elmúlt években belekényszerült. A miniszter helyettes ezt követően beszédében összefoglalta Magyarország álláspontját a legfontosabb kérdésekben is. Nemzeteink szuverenitása a konzervatív újjászületés egyik alapvető sarokköve. Vissza kell szereznünk a kezdeményezést a globalista erőktől, amelyek radikális ideológiájukat akarják ránk erőltetni, eltörölve az Isten, a haza és a család alapvető értékeit. Sorsdöntő európai választások előtt állunk, és 2024-ben választási év lesz az Egyesült Államokban is, ahol szintén a konzervatív erők megerősödésére számítunk. A miniszter helyettes szerint a nemzetállamok megőrzése a cél, és azt is jelezte, a bővítési politika is prioritás lesz a magyar elnökség idején. Védelmi, energetikai és biztonsági szempontból is létfontosságú, hogy a nyugat-balkáni országok felvételt nyerjenek. A vitaindítót követő panelbeszélgetésen Juan García Gallardo, a spanyol Kasztília és León kormányának alelnöke, Schaller Baros Ernő, magyar EP képviselő, a cseh Oldřich Vlasák, a Régiók Európai Bizottsága Európai Konzervatívok és Reformerek csoportjának alelnöke, valamint Szalai Piroska kutató, munkaerőpiaci szakértő az Európai Egységről, a demokrácia védelméről, a nemzetállamok függetlenségének megőrzéséről, valamint a munka értékéről és becsületéről beszéltek. A rendezvény zárásaként Gémes László osztotta meg gondolatait a képviselőkkel. A Csongrád-Csanád vármegye közgyűlésének elnöke zárszavában a migráció veszélyeire és a közösségek, valamint a helyi identitás megtartására hívta fel a figyelmet. A tanácskozás végén Magyar Anna, a Régiók Európai Bizottsága Európai Konzervatívok és Reformerek csoportjának alelnöke, a szervezők és a közreműködők munkáját megköszönve pedig a további együttműködést szorgalmazta. Az együttműködésnek mindig megvan az eredménye, ezt ma világosan megmutattuk. Sok sikert kívánok Önöknek, mindannyiunknak a mostani nehéz, utat vesztett világ helyre billentésében. Köszönöm a részvételt!